Én hívő apostolnak. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. A település fejlődésének előmozdítása érdekében. A település fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Az alakuló ülésen a testületből többen is kihangsúlyozták. A cél az elkövetkezendő években továbbra is az, hogy a város gyarapodásáért, valamint a tolnai és mözsi emberek jólétéért dolgozzanak. Nagyon bízom benne, hogy a beadott pályázataink nyerni fognak, és azzal nagyon sok dolgunk lesz a testületnek is, a hivatalnak is. Mi mindig azt tartottuk, hogy a pártpolitizálástól távol tartjuk magunkat, az országos nagy politikával nem foglalkozunk. Tolna város fejlődése érdekében én úgy gondolom, hogy a két frakció tud együtt dolgozni, és nem lesz ezzel probléma. Folyamatosan egyeztetünk, és még ezután is lesz, meglátjuk milyen eredménnyel. A Zoltán frakció vezető kifejtette, folytatják azt a munkát a következő 5 évben is, amit ők és elődeik már elkezdtek. Szeretnénk, hogyha minél gazdagabb, minél szebb, minél jobban élhető város tudnánk a következő években fejleszteni. Úgy érzem, az előző években is jó úton indultunk el, sok minden történt. Szeretnek az emberek Tolnán Mözsön élni, bizonyítja ez az is, hogy nagyon sokan költöznek mind a mai napig a városunkban. Szeretnénk ezt a töretlen fejlődést folytatni tovább. Természetesen a polgármester urat mindenben fogjuk támogatni, hogy ezek az elképzelések zökkenőmentesen megvalósuljanak településünk és az itt élők érdekében. Ideig is és ezután is ügyek mellett fogunk Tolna városában, az önkormányzatban politizálni, pontosabban dönteni, mondhatom így, mindenféleképpen a tolnai mözsi emberek érdekében. Ezzel korábban sem volt probléma, tehát nyugodtan mondhatom, az előző 5 évben is a két frakció maximális egyetértésben tudott dolgozni. Bár a képviselők nézőpontjai nem egyeznek meg mindenben, folyamatosan azért dolgoznak, hogy közelebb vigyék egymáshoz az álláspontjaikat, döntéseik pedig a település érdekeit fogják szolgálni.